Francis Bacon angol filozófus már 1620-ban felhívta a figyelmet arra, hogy Dél-Amerika és Afrika partvonala szembeszökően egymásba illik. Alakjuk azt sugallta, hogy egykor összefüggő egységet képeztek, majd később szétváltak. A két földrész jól összeillik, főként a kontinentális peremnél, a partvonalaknál már kevésbé, mivel az árapály eróziós hatása rajzolatukat jelentősen megváltoztatta. De a tengerben 900 méter mélyen látható kontinentális körvonalak átlagos illeszkedési hiánya összekapcsolásukkor csupán 80 km-nyi lenne. A kontinensek hajdani kapcsolatának további bizonyítékai közös geológiai vonásokban keresendők, például hasonlókorú és típusú kőzetek meglétében. Ezen kívül számos növény és állat közös eredetűnek tűnik. Dél-Amerika számtalan édesvízi hala szoros rokonságot mutat egyes afrikai fajokkal, és nehéz elképzelni, hogy ezek a halak mind átúzták volna az Atlanti-óceánt. A kételkedőket végül is egy sokkal kézzelfoghatóbb bizonyíték győzte meg. Az 1960-as évek végén egy amerikai kutatóhajó különös szerkezetű földkéreg mintákat vett a tengerfenékről. A mintákat 5,5 km mélyre lefúrva kőzetmagokból nyerték. Miközben az olvadt kőzet megszilárdul, alkalmazkodik a Föld mágneses teréhez. A folyékony kőzetben levő apró vasdarabkák az északi sark irányába fordulnak, és a kőzet megszilárdulásával örök időkig így is maradnak. Az Atlanti-óceán fenekéről nyert kőzetminták tanúbizonsága szerint a múltban a mágneses tér többször is megfordult, azaz északból dél lett és fordítva. Az Atlanti-óceán közepén végigfutó törésvonal mindkét szélén hasonló jellegű átfordulásokat mutattak ki, ami arra utal, hogy a tengerfenék középről kifelé szétterjedt. Amikor új kőzet képződött, felvette a Föld akkori mágnesezettségét, egyfajta geológiai magnetofonként regisztrálva a mágneses tér ismétlődő átfordulásait. Ezek mintája a Közép-Atlanti hátság keleti felén mintegy tükörképe volt a nyugati fél mintázatának. Ez a törésvonal pontosan az Atlanti-óceán közepén fut, elválasztva Európát Észak-Amerikától, illetve Afrikát Dél-Amerikától. Ennek a jelenségnek csupán egyetlen magyarázata lehetséges. Az óceán közepe alatt folyamatosan képződő új kőzetek egyre feljebb nyomultak, szétfeszítve a régi kőzetréteget. Ahogy a tengerfenék mindkét irányban kifelé terjeszkedett, magába sodorta a négy kontinenst is évente 25 mm-es eltolódással. Ez lassúnak tűnhet ugyan, mégis éppen elegendő volt ahhoz, hogy földtörténeti szempontból viszonylag nemrégen létrehozta a kiterjedt Atlanti-óceánt. Az Atlanti-óceán kialakulása 165 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 40 millió éven belül az Atlanti-óceán északi része már 3600 méter mély és 965 km széles lett. Majd Dél-Amerika és Afrika kettéválásával kezdetét vette az Atlanti-óceán déli részének képződése, és lassan kiszélesedve kialakult a ma ismert hatalmas vízfelület. Mióta a kontinensvándorlás elmélete az 1960-as években elfogadottá vált, a tudósok megkísérelték kideríteni, vajon mekkora sebességgel mozognak a földrészeket hordozó lemezek. Ennek kiszámítása bizonyos értelemben nem nehéz. Ha tudjuk például az Atlanti-óceán szélességét és a kialakulásához szükséges időt, könnyen kiszámíthatjuk képződésének ütemét. Kiderül, hogy Európa és Amerika 1 millió évenként átlagosan 19 km távolodott el egymástól. Ez évi 19 mm-nek felel meg, de vajon milyen gyorsan mozognak ezek a lemezek? A nehezen érzékelhető mozgások mérése egészen az 1980-as évekig megoldatlan volt, amikor is a tudósok a Földtől több millió fényévnyi távolságra levő különös tárgyakon alapuló kifinomult eljárást fejlesztettek ki. A Földtől olyan messze vannak, hogy gyakorlatilag állópontként kezelhetők. A kvazárokkal nagy pontossággal elvégezhető a háromszögelésnek nevezett mérés, amikor is a háromszögelők a távolság meghatározására egy adott pontot két másik pontból mérnek be. Esetünkben a háromszögelést végző kutatók különböző kontinenseken felállított rádióteleszkópok közül kettőt egy kvazárra irányítanak, és jelzéseit mágnesszalagon rögzítik. A teleszkópok ugyanazt a jelzést kapják a köztük levő különböző távolság miatt, azonban nem azonos módon rögzítik. A regisztrált jelzések összehasonlításával kiszámítható a teleszkópok egymástól való távolsága. A háromszögelési eljárás hatékonyságára jellemző, hogy már 13 mm-es eltérést is képes jelezni. Egy másik, szintén rendkívül pontos megfigyelési módszer a lézeres távolság meghatározás. Két különböző kontinensen álló obszervatóriumból lézersugarakat bocsátanak egyazon műholdra, és így meg tudják határozni a távolságukat. Ha tetszett ez a videó és szeretnél még hasonló tartalmat látni a csatornán, azt jelezd egy lájkkal, és ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt sem feliratkozás után. A következő videóban találkozunk, sziasztok!